az idei 37. évadunk második bemutatója egy világhírű és világsikerű darabnak a premierje, Oscar Wilde Bunbury-je vagy Szilárdnak kell lenni. Ez állítólag Shakespeare végjátékai után a legtöbbet játszott darab, nem csak a világon, természetesen Angliában és mindenütt, nem véletlenül. Oscar Wilde megteremtette a úgynevezett polgári színjátéknak a prototípusát és egyben annak a paródiáját. Tehát úgy leplezi le a felső osztályokat gyilkos szatírával, hogy közben ő maga is nevet rajtuk és elszomorodik az angol arisztokrácia akkori helyzetén. A darab természetesen, mint minden jó darab, nagyon sok áthallással rendelkezik, tehát egy csomó kitétele akár ma is elhangozhatna, ma is vannak új gazdagok, felső tízezerben vagy elitben élő dendik, úri fiúk, akik tulajdonképpen semmi mással, csak önmagukkal tudnak foglalkozni. Kivéve akkor, ha betör a nagy érzés, a szerelem, amikor be kell fogadniuk önmagukba ezt az új világképet, a nőket, és akkor tulajdonképpen minden megváltozik, és az élet rendje helyreáll. Ugye Oscar Wilde és Bernard Shaw két nagy vetélytárs volt a maguk idejében. Bernard Shaw azt mondta, hogy egyetlen különbség van köztem és Oscar Wilde között, hogy én imádom a nőket, Oscar Wilde meg imádja a férfiakat. Ebben az is benne van, hogy Oscar Wilde tulajdonképpen remek férfi szerepeket írt, de nem tudott kibújni a bőréből, a férfiak mögött mindig ott vannak a nők, akik tulajdonképpen irányítják a férfiakat. Ebben a darabban kitűnő női szerepek vannak, mint ahogy a női évadunkhoz természetesen ez illik. Hát először is nagy meglepetés, hogy Oswald Marika, Oswald Marika az operettszínház sztárja, itt most prózai szerepben jelenik meg, de ez a próza, ez tulajdonképpen egy nagy ária, hiszen Oscar Wilde is szövegáriákat írt, amiket Marika nagy élvezettel tanul és mond el, mert úgy érzi, hogy kibújt kicsit ebből a szubrett kategóriából, most itt nagyasszony és dáma lehet. Mellette pedig Tornyi Ildikó, Bragini Rozina és Murányi Tünde adják azokat a nőket, akik ezt az évadunkat meghatározzák, és irányítják a buta férfiakat, Telekes Pétert, Makranci Zalánt, Szirtes Balást, Kerekes Józsefet. Azt hiszem mindenkit mondtam. Nagyszerű darabról van szó, én nagyon élvezem, magam is Oscar Wilde rajongó vagyok, hiszen ő honosította meg a színpadi aforizmát. Azokat a jó benyögéseket, bemondásokat, amelyek a cselekményt ugyan nem állítják meg, de kiszólnak, kibeszélnek a közönségnek. Ezt a stílust aztán Magyarországon Molnár Ferenc vette át, és ő is Oscar Wilde értelemben mondott szellemeségeket a színpadon, ami aztán egész városban elterjedt. Oscar Wilde Bunbury-je különleges még az alkalomhoz illő, hogy a fordítást nagyapám, Karinthy Frigyes fordításában játsszuk, aki Hevesi Sándorral karöltve fordította ezt a darabot, és Gábor Miklós pedig az ő változatában ezt a két fordítást ötvözte egybe, amit mi átvettünk. Ennek egy volt egy híres előadása a Budapesti Kamarába, különlegessége, hogy Kerekes József abban az időben még az egyik fiút, Jacket játszotta, most már hozzá öregedett Cezávő tiszteletes szerepéhez, tehát apa figurát játszik. Én azt hiszem, hogy a Bunbury az abszolút méltó és illik a Karinthy Színházban, mind szellemében, mind stílusában, mind jókedvében. Tehát Oscar Wilde Bunbury, avagy Szilárdnak kell lenni, nem véletlenül hangsúlyozom, hiszen ez a darabnak is egyik kulcs gondolata. Szilárdnak kell lenni. Legyenek ön is Szilárdak, és legyenek itt a Bunbury premierjén. Hallottam, amit játszottam, lény, nem tudtam, hogy illik odafigyelni. Legyen szabad megjegyeznem, a nevem Oscar. Sajnálhatja, hogy nem figyelt, lény. Tudja, nem játszottam éppen hibátlanul. Hibátlanul akárki tud játszani. Az én játékom azonban csodálatosan kifejező lény. Szeretek a falnak beszélni. A fal az egyetlen, aki soha nem mond nekem ellen. Mm.
Ne vegyját! Mi salabatja! Hogy egy édes barátom, mi szél hozott Londonba? Szórakozni jöttem, kirúgni a hámból, mi másért jár az ember Londonba? Ugye, hogy beletrafáltam? Te egyike vagy a legjobban fejlett bömböristáknak, akiket ismerek. Ajok, mi a fel az a bömbörista? Te kitaláltál egy nagyon hasznos, Szilárd nevű testvéröcsöt, hogy kedvedre szórakozhass Londonban. Én pedig kieszeltem egy Bömböri nevű gyógyíthatatlan beteg jó barátot, hogy vidékre rándulhassak, hogyha a kedvem szottyan rá. Bömböri megfizethetetlen. Hogyha Bömböri rossz egészségi állapota nem kívánná, ma este például nem tették eleget kedves vacsora meghívásodnak Willisnél, mert már egy hete elég érkeztem Augusta nénén. Hát én aztán nem hívtanak meg, hogy vacsorázz velem Willisnél. Tudom, tőled az is kitelik, hogy elfelejted meghívni az ember. Nem, vacsorázz csak a te Augusta nénét. Dehogyis, hát eszem ágában sincs. Először is. Hétfőn már voltam nála. És egy rokonból hetente egyszer éppen elég. Ez Augusta néném. Csak rokonok és hitelezők csöngetnek ilyen Wagneri stílusban. Nos, öregem! Hogyha 10 percre kiviszem a szobából kiváló nagynéném, hogy közben te megkérd Gwendolyn kezét, akkor meghívsz ma este vacsorára Willishez? Ragaszkodsz hozzá? Ragaszkodok! De remélem komolyan gondolod. Ki nem állhatom azokat, akik nem veszik komolyan az étkezést. Felületes jellemre vallod. Lady Bracknell! Jó napot, kedves Algernon! Remélem, jól vagy. Kitűnően érzem magam, Augusta néni. Az nem ugyanaz. Attól, mert kitűnően érzi magát az ember, még lehet beteg? Miss Fairfax. Hű, milyen elegáns vagy. Én mindig elegáns vagyok. Igaz, Mr. Worthy? Maga a töké, Miss Fairfax. Remélem, nem. Nem tudnék hova fejlődni. Márpedig én fejlődni szándékozom minden értelemben. Puszi. Bocsáss meg, kedves Algernon, hogy késtünk egy kicsit, de feltétlenül meg kellett látogatnom Lady Harbury-t. Nem voltam nála a férje halála óta. Rettenetesen megváltozott, 20 évet fiatalodott. És amikor Algernon kuzinom először említette, hogy van egy Szilárd nevű barátja, rögtön tudtam a sors rendelése, hogy beleszeressek önbe. Gwendolyn, hát valóban szeret! Szenvedélyezem! Ha tudnád, milyen boldoggá tesz! Jaj, Szilárdom! De ugye nem azt akarja mondani, hogy nem szeretne, ha nem Szilárdnak hívnának. De Szilárdnak hívják. Persze, tudom. De hogy nem azt akarja mondani, hogy nem szeretne, ha mégsem. Tehát tegyük fel, hogy nem. Ugyan kérem, ez csak metafizikai spekuláció, és mint ilyen igen csekély köze van a valós élet valós tényeihez. Megfelelőkor. Mindig az volt a véleményem, ha egy férfi házasodni akar, vagy tudjon már mindent, vagy ne tudjon még semmit, maga mit tud? Én semmit nem tudok, asszonyom. Ó, ezt örömmel hallom. Nagyon sokra tartom a természetes tudatlanságot, a tudatlanság kényes, egzotikus gyümölcs. Ha hozzáérünk, lehull a hangba. Egyébként sem helyeslem ezt a mai nap, hogy divatos nevelési elveket. Ezek betegesek, ezek helytelen dolgok. Szerencsére Angliában semmi foganatja. Ha lenne, még veszélybe sodorná a felsőbb osztályokat. A végén még terroristák garázdálkodnának a Piccadillyn. De kedves, tiszteletes úr, ön... Nyilván nincs tisztában azzal, hogyha egy férfi úgy ragaszkodik az ablegénységhez, lassanként állandó kísértéssé válik. De hiszen egy nős férfi éppen oly veszedelmes lehet. Hát a nős férfi nem érdekel senkit, csak a feleségét. Állítólag gyakran a feleségét sem. Mondjuk ez az asszony intellektuális színvonalától függ, kedves tiszteletes.
Az érett gyümölcs, az megbízható. A fiatal nő az mind zöld. Mondjuk ezt most csak képletesen mondtam. A gyümölcsök világából vette a metaforát. Rászánnám magát erre a szörnyűségre? Rá! Kedvemért alávetné magát ennek a félelmetes próbatételnek? Alá! Milyen ostobaság azt állítani, hogy a két nem egyenlő. Igen, igen. Amikor önfeláldozásról van szó, a férfiak mindig túltesznek rajtunk. Túl! Drágám! Drágám! Egy pillanat! Ez a tapéta rendben. Egyikünknek menni kell. Ja! Lady Bracknell. Szentisten! Vendori, mit jelentsen ez? Börzing úr, felesége leszek, mama! Tétovázás nélkül ülj át oda! Minden nemű habozás fiatal lényeknél szellemi, öregeknél testi hanyatlásra van. Akkor átmegyek. Menj! Miután Gwendolyn szökéséről értesültem, az ő hűséges komornájától, kinek bizalmát néhány font árán sikerült megnyernem, azonnal utána jöttem egy menetrendszerű tehervonattal. Örömmel közölhetem, hogy Gwendolyn szerencsétlen édesapja abban a hiszemben van, hogy lánya jelenleg az Európai Szabad Egyetem egyik a rendesnél jóval hosszabbra nyújt előadását hallgatja a jövedelemadónak az eszmékre gyakorolt befolyását. Ezt mondja, 1840-ben hadnagy, kapitány, alezredes, itt egy unalmas részén a passzományról. 1869-ben tábornok, keresztneve... Igen? Szilárd. Igen! Én mindig tudtam, hogy a nevem Szilárd. Érzem, hogy én nem is lehetek más, csak Szilárd. Csak egészen így hoztam. Most itt eszembe, hogy a tábornokat Szilárdnak hívták. Tudtam, hogy ki nem állhatom ezt a nevet. Egyetlenem, Szilárdom. Mindig is tudtam, hogy nem is hívhatnak másként. Félelmes érzés, amikor egy férfi rájön arra, hogy egész életében igazat mondott. Oszkár! Pórias név. Milyen Oszkár? Oscar Fingal Flaherty Wills. Ez borzalmas. Hogy lehet ilyen névvel élni? Mától, legyen a neved... Wilde! Oscar Wilde! Ahogy a szótárban áll, vad! Ahogy óhajtják, hölgyeim és uraim! Oscar Wilde? Hát ez botrány! Öcsém, téged is utolért a léhaság az általános. Ellenkezőleg, Augusta néni, életemben most először tapasztalom, hogy milyen az, ha valaki komoly, megfontolt, lelkiismeretes, kemény, vagy ahogy a szótárban áll, Szilárd! Szilárd!